Amikor jó részt a magukat régi ellenállónak és ellenzékinek beállító és kikiáltó művészek és tegyük hozzá politikusok uralják a terepet, kevés szó esik az Enkonu csoportról. Mikor és hol alakult meg a csoport? Hát való igaz, hogy a 1980-as évek végére politikai művészeti csoporttá váltunk, de 1979-ben, amikor alakultunk, ez még nem így volt. Az Enkonu csoport hányatott története egy szegrédi katonai sátorban kezdődött, egy ott szerveződő ifjúsági találkozón vettünk részt, ahol először állított ki a csoport közösen grafikákat, tűzzománcokat és gipszoblokat. Honnan a művészet iránti kedv abban az időben, és honnan az indulás? Hát tulajdonképpen ez az én személyemhez fűződik egy picit, mert a szolnoki művésztelepen laktak szüleim, és hát tőlük tanultam el azokat a hagyományos művészeti technikákat, mint például a réz, metszés, nyomtatás, festészet, grafika. És tulajdonképpen a kezdeti időszakban mi is ezekkel a hagyományos technikákkal dolgoztunk. Később terelődött a figyelmünk az akkor divatos nyugati művészeti irányzatok felé, mint mondjuk a mail art, a body art és az akcióművészet. Már a 70-es évek végén filmmel is foglalkoztatok. Igen, tulajdonképpen a postai művészet mellett valójában az akcióművészet érdekelt minket legjobban, de hát akkor nehéz volt ehhez helységet, galériát találni, viszont az akkori filmes, amatőrfilmes fesztiválokon részt lehetett venni, és tulajdonképpen oda gyártottunk mi akciójellegű filmeket, sőt, az akkori vetítéseken is mi már a filmek előtt ilyen akciókat mutattunk be, amivel hát persze elég nagy feltűnést alattunk. Hozzá kell tennem, hogy akkor csak mint mellékkategóriát vetítettek minket, tehát a fő játékfilmek mellett mi nem tudtunk szerepelni. Úgymond a kísérleti, akkor így nevezték, hogy a kísérleti film kategóriába, ahol persze díjakat sem osztottak, csak éppen megnézték az akkor aktuális munkáinkat. Az Enkonu csoport lassan ismerté válik, bár majd később fogjuk látni, hogy kétes ez az ismertség, főként a hatóságok körében. De mégis honnan ez a név? Ugye az Enkonu ismeretlent jelent. Hát igen, ez egy francia szó, ami tulajdonképpen onnan ered, hogy mi, mivel postai művészettel foglalkoztunk, és a világ minden részére küldtük ezeket a leveleket, és hát ugye hozzánk is nagyon sok anyag érkezett, és a hivatalos nyelv a postán a francia. Na most a mi kitalációnk az volt, hogy egy speciális módon küldtük el a mi küldeményeinket, tehát egy fiktív címet írtunk rá, és feladónak írtuk azt, akihez szerettük volna eljuttatni a munkánkat. Tehát például egy bécsi fiktív címre, ott persze a postás nem talált ezt az illetőt, áthúzta, és onnan elvitték New Yorkba. Rápecsételték, hogy Enkonu, ugye ez volt a
És gyakorlatilag ezzel az ismeretlenséggel váltunk ismerté, mert onnantól kezdve minden fesztiválon, kiállításon, galériában, mint enkonő szerepeltünk, és valahogy ez szimpatikussá vált nekünk ez a trükk, és ebből a trükkből, ötletből jött ez az elnevezés. Később azért is használtuk, mert így kevésbé tudta a posta ellenőrizni a mi leveleinket, mert ugye ha mi a saját nevünket írtuk feladónak, akkor már a postán fönnakadt rögtön a rostán. Míg hogyha egy külföldi név volt, akkor nem foglalkoztak ezzel, tehát így könnyebben lehetett küldeni az anyagokat. Az itt látható borítékon jól érzékelhető, hogy hogyan is működtek ezek a postai küldemények. Ez a boríték megjárt a New Yorkot, a Wairi placon kötött ki, és onnan került vissza Magyarországra. Később ezt a küldeménymódszert azért is alkalmaztuk, mert a postai küldemények árai drágultak. Csak akkor Bécsbe mentek először ezek a küldemények, és onnan Amerikába, mert a visszaútat mindenütt ingyen teljesítette a posta, ez a mai napig így van. Különböző bélyegzőkkel, feliratokkal látták el ezeket a küldeményeket, ez országonként változott, egyedül az enkonű felirat nem, mivel a postán ez a rendszeresített szolgálati nyelv. Itt látható például egy új, ami mutat, hogy vissza a feladónak, mert a címzet ismeretlen. Vagy egy retour enkonű felirat látható még. 80-as évek elejétől kezdődnek az akciók, performance-ek, valamint bekapcsolódtok a szamizdat irodalom előállításába és terjesztésébe, és ez egyre inkább fölhívja a hatóság figyelmét. Hát igen, tulajdonképpen már az akciók az volt az indítók arra, hogy a figyelmet magunkra hívtuk. Többek közt ezért is kerültem én mondjuk a néphadsereg állományába, büntetőezredbe. Tehát elkezdődtek azok az intézkedések, amelyekkel próbálták visszaszorítani a mi tevékenységünket. Akkor már nem kaptuk meg a postáinkat. Szóval csomó olyan érdekes dolog volt, amiről észrevettük, hogy a figyelem középpontjába kerültünk. Készítetted ezt a ruhát? Mit szimbolizál, ha egyáltalán szimbolizál valamit? Természetesen szimbolizál. Tulajdonképpen három oka van. Az egyik, hogy a korábbi akcióinkat általában ilyen overallokba hajtottuk végre. A másik ok, hogy próbáltam egy kicsit a mai kor szellemét is ezzel kifejezni, hogy a sportolóknak, az autószerelőknek, a biztonsági őröknek, mindenkinek van ma már overallja, igazolványa. Arra gondoltam, hogy miért ne lehetne egy művésznek is egy saját overallja. A harmadik ok, hogy nagyon jól lehet rávetíteni.
Következett 1986, a 1956-os forradalom és szabadságharc 30. évfordulója. Akkor sűrűsödtek az események. Hát igen, hát ha csak arról beszélünk, hogy 3 hónapon keresztül folyamatosan állandó kísérettel utaztunk mindannyian a csoport tagjai, irtózatos követési akciók voltak, természetesen nem csak minket, hanem másokat is. És hát akkor a lehallgatások, ugye, amiről persze akkor nem beszéltek, sőt, sokan azt mondták, hogy ilyen nem is létezik, természetesen voltak, ezt később mindenféle jelből következtethettünk arra, hogy mindenről tudnak az ég adta világon. Sőt, próbáltak minket megfélemlíteni, azzal fenyegettek, hogy kitiltanak a fővárosból. Szóval mindenféle ötlet és lehetőség megtörtént arra, hogy eltántorítsanak minket a tevékenységünktől. Ugyanis akkor szerveztük a Fighting City kiállítást, ami a mi felhívásunkra egy nemzetközi pályázat volt, hogy azok a művészek, akik a világ különböző pontjain élnek, küldjenek olyan műalkotást, amely valamilyen formában kifejezi az 56-os forradalmat. Na most ezek nagy része sajnos meg sem érkezett, de később derült ki az, hogy tulajdonképpen még a kiállítás is meghiúsult, mert aznap, amikor a megnyitó volt, délelőtt az egész anyagot elkobozta a rendőrség. Nekünk nem maradt más hátra, mint általuk ott hagyott ügyiratot, a lefoglalási ügyiratot lefénymásoltuk, és a képek helyére ezeket tettük. Az atrocitásokhoz tartozott az is, hogy az útleveleiteket bevonták. Ennek kapcsán kell beszélnünk az éhségsztrájkról. Hát igen, tulajdonképpen az útlevelek bevonás az már jóval korábban megtörtént. Mindig kaptunk valami olyan határozatot, amiben egy olyasmi felirat volt, hogy az ön külföldre utazása a közrendet sérti, vagy a közérdeket sérti. Természetesen óriási dokumentációnk volt erről, mert hát folyamatosan leveleztünk a belügyminisztérium illetékes hivatalaival, hogy miért nem kapunk útlevelet. Valójában semmilyen indoklást ezen a hivatalos iraton kívül nem kaptunk. Végül odáig fajult a dolog, hogy nem csak a magunk érdekében, hanem az akkor Magyarországon élő 56-osok érdekében is egy éhségsztrájkot szerveztünk, ugyanis ők sem kaptak útlevelet, immár 30 éve, és hát Gósz Károly éppen akkor látogatott Amerikába, amikor ezt az éhségsztrájkot elkezdtük. Érdekes módon, miután hazaérkezett, természetesen mindenki megkapta az útlevelét. Hát ekkor jártunk a vasfüggönyön túl. Így kerültünk akkor el a Szabad Európa Rádióhoz, a londoni BBC-hez, akkor a Krassó Gyurihoz, aki ott élt, újból elvették az útlevelünket. Azzal az indokkal, hogy nem magyar állampolgárhoz méltó módon viselkedtünk, ami gyakorlatilag akkor annyit jelentett, hogy egész egyszerűen nyilatkozatot tettünk a BBC rádióban, vagy a Szabad Európa rádióban. Hát ma már ez megmosolyogni való dolog, hogy egyáltalán ilyen jellegű dolgokkal foglalkoztak akkor komoly felnőtt emberek, de hát sajnos ez így történt. Az igazi donátori tevékenység az volt, amikor a csoport elhatározta, hogy a 301-es parcellában fölállít először egy, majd később 301 kopjafát a hősök tiszteletére. Ez úgy történt, hogy a barátaimmal egyik nap kimentünk a temetőbe, és a legnagyobb megdöbbenésemre több kilométert kellett gyalogolnunk méteres gazba, amikor elérkeztünk a 301-es parcellához, ahol az ég adta világon semmi nem volt, azon az egy kövön kívül, amelyen a 301-es szám volt található, és akkor határoztuk el, hogy ha 30 éven keresztül senki nem tett ide egy emlékoszlopot, akkor mi ezt megtesszük. Meg is faragtuk ezt a kopjafát, föl is került egy autó tetejére, és 2 utcával később a rendőrség persze megállított minket, és ezt elkobozták. Szerencsére ezt később visszakaptuk, és végül föl is állítottuk a 301-es parcellába. Rá egy pár hónapra jött
az az elgondolás, hogy a parcella számmal azonos kopjafa mennyiséget kellene sír jelként a hősök emlékére fölállítani. Tulajdonképpen a mai napig nem tudjuk, hogy valójában hányan fekszenek ott az akkori szemétdombon, mely a temető szemétdombja volt, és az sem, hogy ki hol fekszik. Bár egy-két sírt sikerült azonosítani, tehát ezért került sor arra, hogy ezeket a kopjakákat felállítottuk, és véletlenszerűen elhelyeztük a 301-es parcellába. '89 tavaszán szólt nekem a Bokros Péter, hogy szeretnék megcsinálni ezt a 300 fejfát, és hogy segítenék-e. Benne voltam a dologban, akkor megbeszéltük, hogy milyen anyagból legyen. Először ők arra gondoltak, hogy 15x15 centis legyen mindegyik. Akkor változtattunk azon, hogy ne egyformán háromféle méretből dolgoztunk. És ami elérhető volt, egy viszonylag időtálló, az volt a tölgy. Hát így került arra sor, hogy a tölgyet választottuk. A csoport tagjai nem igazán voltak járatosak a fafaragásban. Hogyan kellett megszervezni a munkát? Hát a Peti volt az egyetlen, aki tudott faragni. Na most úgy kellett kiválasztani a formákat is, hogy lehetőleg minél több gépmunkát lehessen nagyalást megcsinálni rajta, és viszonylag gyorsan és egyszerű formákat faragni, ami azt jelentette végül is, hogy ebben körülbelül 20 tonna fából egy olyan 5-6 tonna annyit kellett lefaragni, hogy megkapja a végső formát. Na most azt még én csiszológéppel átcsiszoltam, és akkor összehoztam. Az eredeti kopjafa az kifejezi az elhunyt hova tartozását, melyik társadalmi osztályba tartozott, megmutatja azt is, hogy férfi vagy nő, vagy gyermek esetleg, tehát nagyon sok információt hordoz. Ezek a kopjafák teljesen egyformák? A 300-ból talán két egyforma van. Na most a kopjafák, vagy amit kopjafának hívnak az erdélyek, azokban tényleg megvan ez, hogy különböző motivumok mit jelentenek. Na most mi körülbelül 500 féle fejfa rajzból válogattuk ki, amit csinálunk, vagy csináltunk, és ennek már körülbelül a kétharmada, háromnegyede olyan, ami nem jelez semmit, legfeljebb azt, hogy az illető férfi volt vagy nő. Csináltunk olyanokat is, amin kereszt van, és csináltunk táblás fejfákat, csináltunk ilyen röngfejfákat, aminek tulajdonképpen egy nézete van. És akkor nem volt szabályos katonai temető, de nem akartunk katonai temetőt csinálni. Hol folyt a munka? Na, az érdekes volt, mert hát ugye úgy kellett csinálni, hogy lehetőleg titokban tartsuk az egészet. Budán egy elhagyott telkent csináltuk, nyakigérő gazdban. A rendőrség nem figyelte a tevékenységet? Hát, hogy figyelte, vagy nem, ezt a részét nem tudjuk. Próbáltuk titokba tartani. Volt egy kedves szomszédunk, egy öreg, aki másnap megkérdezte, hogy fiúk, készen lesztek-e 16-ára. Ennyi titokra. A rendszerváltás után kezdték kiteljesíteni a tevékenységüket, akár politikait, akár művészetit, vagy mind a kettőt egyszerre. Addig ti gyakorlatilag a rendszerváltás pillanatában abba hagytátok a tevékenységet, a csoport feloszlott. Korábban beszéltünk róla, hogy a szocialista realizmus, amelynek mi egy teljesen új stílus irányzatát próbáltunk a politikai művészettel megvalósítani,
úgy éreztük, a rendszerváltással megszűnik, illetve az a táptalaj, ami a mi munkánkat és tevékenységünket táplálta, az a környezet megszűnt. Ma már ezt egy picit másképp látom, tehát lehet, hogy újra lehetne alakítani az Enconi csoportot, de lényeg az, hogy mi nem akartunk részt venni a politikai munkába olyan formába, hogy belépünk egy pártba, vagy megjelenünk akár független képviselőként a parlamentbe. Én személy szerint, de gondolom a barátaim is azon a véleményen voltak, hogy amihez nem értünk, azzal nem foglalkozunk. Bár ebben a műsorban Péter Fiatokról és az Enconi csoport történetéről van szó elsősorban, mégis meg kell, hogy szólaljatok, hiszen a ti donátori szerepetek nélkül nem lenne teljes a történet. 1957-ben kerültetek már feleségeddel, Júliával együtt a Szolnoki Művésztelepre. Én vallottam azt, hogy az embernek lépni kell, és a korát kell kifejezze. Én nem festettem már úgy, mint Deák Évnél a Szolnoki piacot. Más Szolnok is megváltozott, más lett az arca, másképp kell dolgozni. Sőt, ha látod, emlékszel a dolgomra, én azt se szerettem, amikor ugyanazokat ismételni, se színbesek témában. Igyekeztem mindig az élményt adni. Nagyon érdekes technikát láttam, homokfúvott, vagy homokkal nyomtatás után készül ez, igen. Ez technikát. Ilyen finom üvegpor és nagyon finom szitált homok. Meg a Júlia használ egy érdekes anyagot, ami tulajdonképpen a homoknál is kisebb szemcsőjű, a szilikát anyag, és ez nagyon érdekesen viselkedik, így festékkel együtt föltéve. A grafika meg egy olyan hangot ad, amit más festéke nem lehet visszaadni. Bokros Júlia, kerámikus művész. 66-tól foglalkozom a kerámiával. Úgy gondoltam, hogy bár úgy rajzolni nem tudok, mint ő, meg hát nem is lehetek olyan nagy művész, mint ő. Így háttérbe szorultam, és gondoltam, hogy csak majd gyerekeket nevelünk, vagy négyet, vagy ötöt, és hát én leszek a családban az anya. Aztán hát csak először egy fiunk lett, aztán nagyon sokára még egy lányunk, és így most... Hát őket neveltük fel, de... És most már unokákat is. És már 4 unokánk van, és mikor aztán ő tényleg elkezdett a kerámiával foglalkozni, akkor hát én is megkedveltem, és gondoltam, hogy hát ezt talán mégsem veszem el magamat a családtól, meg őtőle is, hogyha az agyaggal kezdek foglalkozni. És az agyag olyan, hogyha az ember egyszer hozzányúl, akkor ezt már nem lehet többet letenni, és mondhatom, hogy a mai napig is a legnagyobb csoda, amikor valami előkerül, valami olyan, amit nem vártunk, vagy még olyanabb, amilyet akartunk, és a Zsolna is azt mondta, hogy minden kemencenyítás egy csoda, és nekünk ez még csoda, és ezt a csodát még legalább 10 évig szeretnénk élvezni.
annyi évtized után hogy jöttetek el Szolnokról, és hát miért? A művésztelep felújításáról volt szó, és akkor elvették az én műtermemet. Hát mondom, ha nincs műterem, akkor nem tudok dolgozni, ha nem tudok dolgozni, nem tudunk megélni, és akkor már én nem is tartozom ebbe a városba. Sok családi vita, mert mindig ugye csitítani és lassítani akartuk a fiút, de ám bár én kevésbé, az apja inkább, mert az én őseim valóban forradalmárok voltak mindig, és úgy látszik, hogy ezt nem csak az anyjától, hanem még az őseitől is örökölte. Én figyelmeztettem is a Pétert akkor, hogy a politika nagyon hálátlan feladat. Sok faltörőkosnak fogtak titeket felhasználni, mondom, fiatalokat, és ebben nekem igazam lett, mert akik annak idején mozogtak át, mögött azok, ott vannak fönn mindent nagyon jó helyen, velük meg semmit nem kaptak még, még egy kitüntetése semmit, amit csináltak. Én igen, és mindig úgy voltam vele, hogy igen, igen, tenni kell valamit, mert ha nem mozdulunk, akkor nem mozdul a világ se. És bár az Enkongi csoportról is elfeledkeztek, pedig majd a történelem, hogyha valaki ezt kutatni fogja, rájönnek, hogy az Enkongi csoport hozott létre sok olyan dolgot, ami nem valósult volna meg, ha ők nincsenek. És bár nagyon sok keserv és kín ért bennünket és a gyerekeinket, de azért mégis örülök, hogy Bokros Péter az én fiam.